Szeretem Kőbányát címmel idén is játékos helytörténeti vetélkedőn indulhatott, négyfős csapatokká alakulva, minden kőbányai nyugdíjas. Míg tavaly helytörténeti sétával kötötték össze az eseményt, idén a Kösziben mérték össze tudásukat a jelentkezők. A cél az volt, hogy mindenki több tudással menjen haza, mint amennyivel jött. Radványi Gábor ítésznek jött, de feladatát valódi kikapcsolódásként élte meg. Örömmel jövök mindig, hiszen ilyenkor mindig kiszállok a szokásos mókus kerékből, és ilyenkor felelevenítem a múltban szerzett tapasztalataimat, ha sikerül, mert azért sok újat jelent nekem is egy-egy ilyen vetélkedő, hiszen a jó pap is holtig tanul, mi se tudhatunk mindent, és ahogy az ember idősödik, korosodik, egyre jobban arra jön rá, hogy mi az, amit még nem tud, úgyhogy én ilyen szempontból is örömmel jövök el, és próbálom szomjazni a tudást, illetve ismereteket gyűjteni. A másik meg egy jó szórakozás is egyben, hiszen általában vidám feladatok vannak. Zsűriként nagyon egyszerű a feladatunk, hiszen ott van a jó megoldás, csak ki kell pipálnunk, és próbáljuk úgy mi is a kérdésekre a választ megadni, hogy először nem nézzük a megoldó kulcsot, hogy na vajon tudjuk-e. És akkor azon a lapon, amíg végig nem érünk, addig előtte még megnézzük, meghányjuk, vetjük a kollégáimmal, hogy mi mit válaszolnánk, aztán utána megnézzük, hogy valójában jó-e az a megoldás. A pontjainkat azért az ilyen fiktív pontjainkat nem adjuk össze, úgyhogy döntetlen mindenki, vagy a zsűri asztalnál, de mindenki tapasztalatokat gyűjt természetesen, és azt gondolom, hogy egy vidám délelőttet tudunk így is eltölteni. Erre egyébként a nyugdíjasok idősügyi tanácson már több hónapon keresztül ez téma volt, a felhívás, az, hogy milyen témákra lehet számítani, miből készüljenek. Általában vendégként a Körösének az éppen aktuális üggyel foglalkozó kollégáját meg szoktuk hívni ezekre, és így természetesen már tudták, hogy most idén a kőbányai gasztronómia lesz a téma. És hát meglepett a kezdet is, hiszen pálinkával, egy kis hangulat csinálóval kezdték, és most pedig már mennek a versenyek. Én bízom abban, hogy mindenki jól érzi magát, és azért a tudás majd valószínű győzedelmeskedni fog, de aki nem nyer, annak is azt tudom mondani, hogy jövőre induljanak újra, hiszen ezzel is kerületünket egyre jobban megismerhetik, és ismereteket sajátítanak el. Amit én látok mostanában Kőbányán, de ezt már évekkel ezelőtt is láttam, de mostanában különösen, hogy bármilyen rendezvényt szervezünk, legyen az, tehát valamilyen lokális jellegű kőbányai, legyen a sportverseny, kulturális rendezvény, vagy bármi, akár egy egészségnapot, akár egy vegetáriánus fesztivál, nagyon sok kőbányai jön ezekre a rendezvényekre el. Tehát ők ezt városuknak tekintik, és úgy gondolják, hogy ilyen versenyeken részt kívánnak venni. Most is nem csak a csapattagok jöttek el, hiszen a csapatba nem fér mindenki be, hanem szurkolóként is eljönnek. És ahogy ismerem, Verbai Lajost, aki a szellemi szerzője volt itt a kérdéseknek, valószínű a szurkolókat is meg fogja mozgatni egy-egy érdekes feladattal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenki számára jó, és a gyökerekhez visszatérve, valóban az idősebb korosztályon látható az, hogy akár egy templomtúrát, akár egy kőbányai helytörténeti túrát szervezünk, akár Szent László napkor sikeres legyen, ez május 1-e például, most is egész nap szerintem 10 000 ember megfordult Kőbányán, és jönnek örömmel, és a halmajálisunknak is például már azt mondom, hogy tradíciója van, és ennek a kőbányai emberek úgy gondoljuk, hogy örülnek, úgyhogy a jó hagyományokat meg is fogjuk őrizni, mint ahogy jó hagyomány a helytörténeti vetélkedő is, jövőre már új helyszínen, de reméljük, hogy a régi felállásban és a régi nívós kérdésekkel várjuk majd a versenyezni vágyókat. Az idős embereknél nyilván a lakóhelyhez való kötődést erősíti a személyes múlt, a nosztalgia. Ez is nyilván segíti azt, hogy erősítsék a lakóhelyhez való kötődésüket. Mi a helyzet a fiatalokkal? Őket másként kell megközelíteni. Igen, valóban a fiatalok kevésbé aktívak, mint az idősek. Én ezt a saját fiaimban is látom, hiszen a fiatalok nagy jelentős része ma már a interneten keresztül szerzi az ismereteit.
természetesen azért a oktatási intézmények komoly feladatokat is adnak nekik, és ez jó dolog. Hát emlékszem annak idején, mi még könyvtárba jártunk, leültünk, kijegyzeteltünk egy-egy olyan könyvből, én történelem szakos tanár vagyok, hogy nem adták ki a könyvtárból, akkor oda kellett ülni egy délelőttöt, egy délután, vagy akár estében nyúlóan el kellett tölteni az időt a könyvtárba. Ma már ez a helyzet megváltozott. Ezért aztán a fiatalok azt gondolom, hogy otthon önbegubózósak lettek, vagy a Mama Hotel az mindig egy kellemes dolog számukra. Próbáljuk természetesen a fiataloknak is a kulturális területen, a művelődési házakban megtalálni azokat a programokat, amikre örömmel jönnek, de nem a legaktívabb korosztály, legalábbis így a lokálpatriotizmus jegyében, de azok a civil szervezetek, amelyek Kőbányán léteznek, fiatalok, és például a CIK Egyesület, akik a takarításokban részt vesznek, a gimnáziumokhoz köthetően különböző kőbányai programokon természetesen részt vesznek, és ami érdekes és pozitív előrelépés az elmúlt években, az a Bringáz velünk mozgalom, vagy a Mozdulj Kőbánya programján, különösen a Bringa, a kerékpáros programok a fiatalok körében azt gondolom, hogy elég népszerű, hiszen a isaszegi túrára idén is 400 fölötti résztvevő jelentkezett, abban azért nagyon sok fiatal volt, de az is tény, hogy az idősebb korosztály az azért mindig aktívabb még. Mi szeretnénk ezt az egyensúlyt, hogy a fiatalok is az öregek példamutatása alapján aktívabbak legyenek itt a kőbányai lokálpatriotizmus jegyében. Mint sportért és felelős alpolgármesterként azt látom, hogy a kőbányai, vagy a Kőbányán működő, létező egyesületekben nagyon sokan sportolnak. Tehát, hogyha a Kisét megkérdezzük, több mint 400 igazolt sportolója van. Ha a White Sharksot, a jégkorongosokat megkérdezzük, egyre jobban bővül a taglétszámuk. Igaz ez természetesen az idősebb korosztályra, a túraszakosztályra, és vagy például a törekvés vívóinál is egyre többen és többen próbálják meg a vívást. Nem beszélve az egyik versenysportunkról, vagy legsikeresebb versenysportunkról, az úszásról, tehát a KSC-ben is van merítési lehetőség, óvodákban már tanítjuk a úszást, és a fiatalokat leköti ez is, tehát a Kőbányán a sport leköti őket, és emellett egyéb ilyen közösségi életre talán ez is oka, hogy kevesebb idejük jut. Ha most újból pedagógus lenne, visszamenne az iskolába tanítani, másként tanítana, mint az előtt, és ha igen, mit csinálna másként? Hát ez nagyon jó kérdés. Ha visszamennék pedagógusnak, akkor talán többet feleltetném a gyerekeket szóban. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, és ez pont talán ennek az életmódnak a függvénye, hogy nagyon sokan ülnek a monitor előtt, nézik a különböző dolgokat. Ha egyetemeken vizsgáznak, sok esetben teszteket kell írni, karikázni kell, és kevésbé kommunikatívabb. Én már próbáltam a saját fiaimmal is, hogy teljesen mindegy, egy adott témáról beszéljenek 3-5 percet. Az a lényeg, hogy folyamatosan. És azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek a retorikai képessége az eléggé rossz állapotban van. Tehát, hogyha én most tanítanék, akkor mindenképpen a szóbeliségre, hiszen hogyha a postára elmegy az ember, egy hivatalba elmegy az ember, ha netán pereskedik, szóban kell megvédeni a saját véleményét, a saját akaratát, és azt gondolom, hogy ott nem karikázni kell A, B, meg C, meg D betűket, hanem ott legyen a mondatnak eleje, legyen a mondatnak vége, világos okfejtés, érvelni tudjanak. Valahogy erre koncentrálnék én, hogyha visszakerülnék. Persze ez a politikusokra is igaz, mert nagyon sok rosszul, csúnyán beszélő politikus van, amikor nem vagy hadarnak, vagy úgy beszélnek, hogy nem lehet rájuk odafigyelni unalmasan. Tehát ezt tanítani kellene szerintem az iskolába, hogy érdekes, figyelemfelkeltő, kerek egész mondatokban a saját véleményüket, a saját érveiket tudják jól kifejezni. Tehát, hogy olyan emberek kiváljanak, akikre oda kell figyelni. Hát így van, mindenki a marsalbotot a saját kezébe fogja, aztán, hogy azzal hogyan sáfárkodik, az már mindenkinek a saját feladata. Mit tapasztalnak, hogy az idős emberek mely témákban jeleskednek leginkább?
Hát természetesen azért mindenki azt tudja jobban, hogy önmaga is megélt, tehát az élmény az kettős. Egyrészt van egy ilyen aha élmény, hogy aha, hát ezt az én gyerekkoromban is, vagy az én szüleim is meséltek róla. A másik pedig az, amikor nem is baj, ha nem tudják a kérdésre a feladatot, hiszen egy alkalmat teremt, hogy arról a dologról beszéljünk, és akkor új ismerethez jut hozzá, tehát igazából ezt is szeretni szokták. Ezért van az, hogy nem csak a vetélkedő csapatok jelennek meg, hanem most már látom a gyülekezés során, hogy szerencsére a nézők száma is számos lesz, tehát mintegy ők is részt vehetnek a vetélkedőben, ők részben szurkolni jönnek társaikért, részben pedig szintén ismeretgyűjtésre. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ismeretbővítő vetélkedő a miénk. Mi van azokkal, akik fiatalként jöttek ide, most is fiatalok, és nincsenek még emlékeik, személyes kötődéseik? Bennük hogy lehet fölkelteni a kíváncsiságot? Hát most leginkább az a törekvésünk, hogy ugye egy új kiállítást építünk, Kőbány aranykora címmel Szent László napokra meg is nyílik terveink szerint. Ott elég nagy szerepet fog kapni a cselekedtetés, illetve hát maguk az eszközök is már azért modern audiovizuális eszközökkel interaktív módon kerül bemutatásra, és azt gondoljuk, hogy ez leginkább ezt a korosztályt fogja érinteni. Természetesen azért a helytörténeti gyűjtemény azon kívül, hogy osztályokat fogad, mi magunk is kijárunk iskolákba, különböző helyekre, vetítéses előadások, ünnepélyek tartásába segítünk be, és hát ezek a formák továbbra is működni fognak, és hát két korosztály van, akinek igazán nagy az érdeklődése itt a helytörténeten, egyik az idősebb korosztály, akit már említettünk, és az iskolás korosztály az, akik már egyébként ebben az új gyűjteményben már októberre gyakorlatilag bejelentkeztek. Helytálló-e vajon az a feltételezés, hogy a mai világban, ahol mondhatjuk azt, hogy szinte minden bizonytalanná vált, fontosabbá válnak újból a fix kapaszkodási, kapcsolódási pontok? Hát azt szokták mondani, hogy aki nem ismeri a múltját, az nem nagyon fogja tudni tervezni a jövőjét, és én azt gondolom, hogy ebben van igazság. Tehát ugye kicsit filozofálgatva azt lehet mondani, hogy ha valamit meg akarunk ismerni, akkor igazából három dolgot kell róla tudnunk, az, hogy milyenek az összetevők, és ezek a miből áll, és ezek a részek egymáshoz hogyan viszonyulnak, hogy ez a valami más dolgokhoz hogyan kötődik, hogyan kapcsolódik, és a harmadik dolog az pedig a múltjának a megismerése, mert az determinálja, ugye meghatározza annak a valaminek a jelenjét. Tehát ilyen értelemben, ugye aki a megismerés elmélettel foglalkozik, hát még tudományos is azt mondható, hogy a múlt ismerete nélkül a jelen nem érthető meg.